Hello again. Ma már harmadjára. És ma már harmadjára egy harmadik játékot hozok nektek, ami eltér gyökeresen az eddigiektől. Ugyanis egy elég régi játékról van szó. Ezzel nagyjából be is lövi az életkoromat, hogy én se egy hamvas tini vagyok, de hát ez eddig is látszott nyilván. Szóval ez a King's Bounty, aminek már kijött hónapokkal ezelőtt az új része, amit meg is nézem, hogy szeretnék szintúgy kipróbálni. On Steam. Ez ugye az elődje, amit most kívánnék mutatni. Eléggé vegyes a fogadtatása, hogy nézem az értékeléseket. 50 euróért azért egy icipicit sokallom, annak ellenére, hogy... Na hát igen, tehát ez az új King's Bounty. Szép meg minden. És valószínűleg hasonlóképpen beszippantós lehet, mint a Legend. De ez a TPS módban való felfedezgetése a pályának, hát amit láttam gameplayt, az nem tűnik egy túl jó biznisznek. Itt ebben az elődben felülről, tehát egy ilyen Heroes, effektíve Heroes, de szerintem jobb, mint a Heroes. Tehát ezt meg kell mondjam, hogy elnézést a Heroes fanoktól, de szerintem egy összetettebb játék, sokkal inkább hát nem tudom, lehet ilyet kijelenteni, hogy jobban kell benne taktikázni, történetorientáltabb is talán, nem tudom. Hát azt is rá lehet mondani. És frankon kell benne szinteződni, ugyanúgy. A világa szerintem nekem jobban bejött. A Heroes-ba ahány rész annyiféle, tehát mindig máshogy csinálták meg. Nyilván vannak benne erősebb részek. Azt hiszem a négyre, a negyedik részt szokták mondani etalonnak a Heroes fanok. Hogy talán az volt a legjobb. Nem tudom, én azzal nem is játszottam. Egy-kettő Heroes-zal játszottam. Még a négynél egyel előbbi, szerintem. Nem tudom melyik pontosan. Az öttel sokat játszottam. Hat is meg volt, de azzal nem annyira sokat. Talán az öttel játszottam a legtöbbet. Nem volt rossz, az is tök jó volt. Főleg az, hogy lehetett benne kooperatívba játszani. És akkor egy gépen nyilván nem úgy kell képzelni annak idején, hogy multiba játszottunk a neten, hanem haverral lehetett nyomni egy gépen. Na de, King's Bounty. Most telepítettem fel, és azt nem tudom, beállítottam én a... Hát ez képernyő frissítés, hogy ez mennyire fog neki. És magyar. Meg kell mondjam, hogy szintén egy fontos feature-je, hogy magyar. Betöltésben nincsenek meg. Ja. Nem tök ízléses a menüje amúgy, tök jó hangok. A hangokon mindjárt okosítunk. Ez a zene is eléggé klasszikus és fülbemászó. Itt kezdőképernyőn látszik, hogy kb. Milyen típusú világról lesz itt szó, tehát ez a eléggé ilyen klasszik tündérmese feeling. Orkokkal, törpékkel, goblinokkal, emberekkel nyilván, mindenféle állatok, ugyanúgy megtalálhatok benne. Itt egy új játék, normál módon fogunk szerintem menni.
Normál nehézségi szint, ellenség ereje 100, pénzbevétel 100, harag növekedés, szellemek növekedéses. Pénzbevétel. Ja, ez már a normál lesz nekünk. Ugye három típusú hőssel indulhatunk. Ez három nagyon is eltérő játék mechanikát takar, tudomásom szerint. Bár nem játszottam én csak egy típussal, de a harcosnál a harag érték, a paplovagnál, meg a varázslónál, meg nyilván a mana, ami inkább a számottevő. Lenőtt közt gonoszszal, amely áthidai harc varázsló közti részt, ő egyfajta fejleszti erejét és mágus képességét is. Elme irányítását csak meg a szent harag és a rúnakő képességeket, az elme használatának képességeit tanulva a paplovag előnyösebb helyzetben van, mint a többi kaszt, ha démonokról vagy élő halottakról van szó. Na és ez itt a lényeg szerintem. Erőteljesen ez lesz a lényeg, mert szerintem, meg úgy alapvetően bármilyen fantasy gémet az ember, ha kezd, akkor többnyire kik jönnek szembe? Élő holtak. Nyilván lesz itt millió egy más, de mondjuk, hogyha az enemy eloszlását, ha nézzük, akkor egy ilyen... Az élő holt az... Lehet, hogy egy több mint 50%-ot kitesz. Lehet, hogy még a varázsló egy durva kaszt lehet amúgy. De én most egy paplovagot fogok indítani. Jelképnek meg... Ez ilyen harcos jelképnek tűnik. Ilyen homokos jelképet se akarok. Ez még esetleg. Legyen ez. Mi legyen a név. Elég el van csúszva itt a karakter. A bötük. Név mi legyen? Végülis ezt hasonló, mint a Christian Tyler, ami itt volt itt korán. Florian Geyer. Paraszt vezér. Következő. Jobb, és már indul a játék. King Mark's ascent to the throne was unusual for the glorious kingdom of Darien. During the solemn ceremony, Prince Carl relinquished the throne to his younger brother. Having passed the crown, Carl retired to a remote location in the provinces, there dedicating himself to science, which held a far greater attraction to him than power. Thus, the For long years, nothing darkened the rule of Mark the Wise. Trouble seemed to flee the kingdom, and the people sincerely loved and respected their ruler. But the king grew sad, for he was not blessed with children. Science and magic proved useless, and so the king appealed to the gods of Endoria. And his prayer was heard. The god sent him a baby, a beautiful girl, and the king named her after the brightest star in the night sky, Amalie. Amalie. Jön a bonyodalom. As the years went by, the gods looked on as the fate of Darien turned. First, news from the elven land ceased, and then there arose armed conflicts between old allies, first the dwarves, and then it was the pirates from the Islands of Freedom who became too bold. However, these difficulties only strengthened the spirit of those who would dedicate their lives to the service of the kingdom. True heroes are wanted always, and today, young knights, guarantors of stability and keepers of the peace across their native Richard, aki képzőközpontban vár rád, Mácsuk. Egy apró lépés választ el egy kalandokkal teli izgalmas élettől. Indulj hát, mutasd meg a világnak, mire vagy képes. Jaj, de izgulok. Hát, igen. A rosszabbra számítottam amúgy. Igen, hát ez a felbontás, ez hiába. Valójában nem az a felbontás, ami. De hát túléljük.
Igen, nagyon minibe kell nézni. Küldetést, beszélj Vas Richarddal. Az ő, vagy Vas Richard. Iron Richard. Ő a hősünk. Vannak neki képességei. A gyógyítás az alapképessége. És akkor itt van neki egy ilyen talent pálya, amit szépen lehet vinni. Hatalom az elme és a mágia. Talent. Billentyűzettel is lehet nyomulni. Megnéztem azt a kincses ládát? Láda le van zárva. Akkor beszéljünk. Nocsak, nocsak, Florian Geyer, gyere! El kell intézni a sárkányt, hogy itt kapok hozzá egy gyakorlókartot, és kapok hozzá lovagokat és lovasokat. Zsír. Feltesszük az inventoryba. Igen, inventory is van. Mondom, nem szaroznak ebbe a játékba. És akkor itt fel kell kutatni a sárkányt, és le kell győzni. Klasszikus. Annyira nézem itt, hogy milyen mozdítható tárgyak vannak, ekkor még nem volt ez annyira jó. Vannak, ahogy a mellékelt ábra is mutatja, lehet itt összeszedni ezt-azt. Vezetői képesség ugye az azt adja, hogy minél több embert tudjak irányítani, tehát seregembe tudni és irányítani. Most a Heroes-zel ellentétben itt az enemy, ez mozog. Tehát itt még akár kiszabadíthatnám úgyis a hercegnőt, hogy elvonom így a sárkányt. Tehát lehet taktikázni, azt akarom csak mondani. Mondhatom azt, hogy elvonom a sárkányt. Ide jövök, nem vesz észre. És van egy kis arany. Tessék, meg se kell küzdenem vele, ha nem akarok, de hát akarok, mert hát ha XP-t ad. Úgyhogy gyere! És így néz ki a paszta, át is jön az egész csatamezőn. Kérlek szépen. Hol írja? Ott írja, 700 életeleje van. És csak összehasonlításképpen egy lovasnak van 130. Na de, nézzük meg a kincses ládát először. 220 arany. 2-4 sebzés. Lehet, hogy nem is megállja a célpontot. Két körön keresztül maximális erővel tud támadni. A maximális erő az ugye azt jelenti, 14-től 18-ig sebez. Akkor mondjuk, hogy lovagra rá varázsolom, akkor az egy 18 sebzés. Talán a lovagra kéne ezt megtenni. 16. Jó, megáldjuk a lovagot. Egy jeges nyilat lő ki, és az ezt okoz, megfagyasztja az ellenséget. 4-5. Ja, egyébként én is tudok áldani, mint hős. Ez 4-5. Na hát akkor nyomassunk egy jeges nyilat.
És akkor jön a lovag, egy 157-et belesebez. Kapok 91-et. Az mit jelent? 91 azt jelenti, hogy 69 az aktuális. És már lement egy. Ja, és a lovasnál itt lehet nézni, hogy honnan mekkora erővel támad, tehát még innen kisebb hatékonysággal támad, innen legkevésbé, és erről a két helyről támad, ugye már nagyobb sebzéssel, mert neki tud futni. Tehát még erre is figyeltek. Vannak benne ilyen kis feature-ök. Támadjunk innen. Egy életerejem alatt, és akkor mondhatom azt, hogy mondjuk én őt felhílelem. Gyógyítás, mondjuk kiöltött csak viszont 30 pontnyi életerőt, az nem sok. De ha én is varázsolok rá, akkor az már... Az már jobban hangzik, gondolom. Ott támadja ki és nyírta. 279 életereje van még. Ütjük tovább a sárkányt. Egyel arrébb lépünk. És lövünk. Húha. Na most kisztam magammal. Van olyan, hogy várakozás. Na akkor vele most várakozunk, és akkor a kis parasztokkal innen támadunk. És akkor most jövünk megint, és most már hozzáférünk egy 110-141 közötti sebzéssel. És kritet ütött a csávó. Mert ilyen is van a játékban, amikor bekritelünk. Ja, hát ezért jó lejátszani, mert kis tapasztalati pontot gyűjtünk ezzel is. Meg lóvét természetesen. Ja. És akkor most visszamegyünk a megbízónkhoz. Hogy leadjuk a... Megmondjuk neki, hogy elintéztük a sárkányt. A király kisasszonyt meg kiszabadítottuk. Ami egy... baba volt igazából. Úgy értem, hogy megmaradt belőle, mindegy, itt van. Remek, remélem, hogy a sárkány rendesen megfuttatott. Add ide a bábut, ma még meg kell menteni néhányszor. Oké, okay, és akkor itt úgy látom kapunk izét is. Barázs tekercseket. Második szobában egy őrült nekromanta vár rád. Ja, és akkor ugyanezzel a bandával még le kell nyomnom azt a... Teljes seregével együtt zombik és csontvázak megkövend a gonosz, és megkeszézni a halálkönyvét. Érthető? Á, igen. Fogd ezeket a tekercseket, azt hiszem jól fognak jönni, miközben a sörét varázslóval. Sörét? Sötét varázslóval harcolsz. A nekromanta biztosan mágiát fog használni, szóval tartsd nyitva a szemed. Elintézzük, elintézzük, nyugi. Nem lesz itt gond. Lassulás. Lángoló nyíl. Itt van a küldetés. Mit kell tennünk. Nézzük a hőst. És akár még elkezdhetünk azon is gondolkodni, mi legyen az első tanulandó kis mágiánk.
kapásból itt mind a kettő jó, itt az elején. Lehet egyből a tanulást is választani? Lehet, hogy azt kéne. Tehát... Yes, it is. I really like this game. Reminds me my childhood. Itt az elején azt kell mérlegelni szerintem, hogy ugye nyilván nekünk ezek lesznek fontosak. Tehát itt van a gyógyítás is, mint olyan. De lehet, hogy érdemesebb lenne először olyan dolgot kitanulni, ami az XP-t, XP szerzését növeli. Gyorsabban tudom, ez plusz 10% experience. Hatalom, én szerintem ezt itt úgy, ahogy van. Tehát ez az izéknek való, warrioroknak. Én ezt teljes mértékben most ignorálom. És elmegyek a felé, hogy mondjuk először a tanulást fejlesztjük, kimaxoljuk, hogy jöjjön az XP minden cselekedetünk. Mire ad ez? Gyorsabb a plusz tapasztalati pontok szerző harcok után. Tehát minden harc után plusz 10%, meg nyilván a következő szinten, mert mindegyik neki mutatja ugye a játék, hogy három szintje van ennek a tanulásnak is. Tehát utána jöhetnek az a bölcsesség meditáció, az úgy unblock-kel. Rendmágia, abból jön a gyógyítás. Jó, tanulást, ezt így kipörgetjük most, akkor kell a tanulás nekem. És akkor ehhez különböző rúnákra van szükségünk. Csak hamu és pókháló. Komoly az a fal. Mágikus kristály, na ezek azok a dolgok, ebből lehet aztán fejlődni. Hát beszélnünk kell akkor vele, hogy Mizu. Egy újabb bátor harcos közeledik, aki el akar választani az élettől. Te vagy a sötétség útját választod, vagy meghalsz. Nem térek át. Mester, szeretem a sötétség útját. Nem. Nem megyünk el ilyen irányba. Igazi paplovag, aként is viselkedünk. Szent Inkvizíció nevű. Ez még jó. Ellentmondás nem tűrő. Na és ez a tipikus nekrós sereg. Nyilván egy ilyen alapnekró. Ami jó hír, hát nem sok manánk van nyilván most még, de hogy például rájuk az én gyógyításom az erősen negatív hatással van. Jaj. Tehát...
Lehet őket akár gyógyítani is, ezáltal... Szedjük tovább, kérlek, mert új gyűrödöt tud futni. Ó, ez kapásból van rajta egy ilyen képesség? Gyorsítva vannak. Sebzés 2, 3, 3, 5. Élő halott. 50% mérgekkel szembeni ellenállás, 50%-os támadás érték éjszaka és föld alatti helyeken harcolva. Na, hát igen, plusz egy pontot ad a morál értékéhez, ha a csata temetőben zajlik. Kétszer. Morál, ezeknek van moráljuk. Ilyen morálja van egy élő holtnak. 200%-os sebesülés szenved, ha szent támadással támadnak rá, immunis az elme varázslatokra. És ebben ez a legtöbbet, 2-3, hát a zombék úgy látom, 3-5. Viszont élőhalott pók, ezek nem tudnak mérgezni. Átkozott támadás közben az egységnek 50% esélye van megátkozni az ellenséges célpontot. Éjszakai és föld alatti területeken folytatott csaták sem 50%-a nőtt támadás értéke. Hát ja, nem mindegy, hogy milyen. Csont. 30%-os sérülés szenved, ha nyílveszőt találja el. Lángoló nyíl. Ehhez mi kell? Káosz mágia. Most azt számolom, hogy ellövögessem, amiket kaptam, vagy... Ja, és a feltámasztás. Ez kurva jó. Csak... ezt nem merem ellőni, mert ezt meg akarom tanulni. Itt mellette egyébként ezzel meg lehet tanulni. Úgy lehet megtanulni, hogyha az ember azt a típusú mágiát megtanulja a hősével, amihez ez tartozik. 3 mana. Hát szerintem sebezzünk be. Valakinek. Kettő-három. Igen, ez látszik is, hogy 2-3 sebzés a csontinak. Jobb sebzései vannak mondjuk a... fóknak 8-10. Azért, mert... támadás védekezés 13, védekezés csak 2, életerő 9... 22, persze. Jó, akkor ezt a közelebbi pókot meglőjük. Ő is varázsol, ugye? És parasztjaimat kinyírja. De ez minket nem rémiszt meg. Melyik a leghatékonyabb? 7 hetet kinyírunk, de ez konkrétan mindegyiket, bármelyiket kinyírjuk ezzel a rohammal. Hát még ez lenne a leghatékonyabb, mert itt még nem, ezt nem nyírjuk ki. 2-3-3-38. Thank you.
Hílelünk rajta. Egyébként van ott a harag számláló is. Gonosz könyvet, nekromat a testébe vettél el, info. Azok úgy néz ki, mint a halál könyve, véres betű kopiás, mint egy gyanúsan újnak tűnik. Használ. Nem tudom, semmi érdekeset. Mehetünk vissza. Beszélünk vele. Na mi történt? A nekromanta intim közösségbe költ a halála, amit annyira szeret? Megöltem a nekromantát és megszereztem a könyvet. Katona észrevel nem szója nézetke az arca és csontvázaknak parancsol, egy tipikus nekromanta. Igazad van, valójában ő nem egy nekromanta volt, hanem William atya, a templom egyik priória. Különbele egyezett, hogy próbák során eljátsz a nekromanta szerepét. Igen, már csak a végső próba van hátra. Kincsvadászat. Mivel kell ásni? Azt már, arra már nem emlékszem. Jaj, nem ezt akartam. Nem tudom milyen betűvel, de valamivel... Ó, itt a térképünk. De valamivel lehetett... ásni. Erre már nem emlékszem, hogy itt mit kellett, hogy kellett ásni. D-vel. Aha. D mint Dénes. Megtaláltuk. És kaptunk egy kocsi kereket. Két pont a neve védekezés, egy pont csak szellemi képesség. Szellemi képesség. Ah,
Akkor inkább nem kell. A pók. Nagyon gyenge. Itt jobb klikkel meg lehet azt nézni, hogy... nagyjából milyen erőt képvisel az adott ellenfél. Itt mindenhol belekattintgatunk, hogy ha itt valamit jelez. Időt jeled, üres, milyen bosszantó. Hát az. Rendkívül módon bosszantó. Agyagedény. És ezzel mit kezdünk? 5 ponton nagyon mana értéket, egy ponton csökkenti a szellemi képet, az állandóan szellemi érték vagy képességet akar csökkenteni. Tehát a szellemi képesség az a sebzés. Ami, mivel mana használó vagyok, ezért nem annyira szimpatikus. Vasfog. 20 ponton egy vezető képességet, na ez viszont jó. Királyi jelképekhez betesszük. Te milyen erős vagy, nagyon gyenge. Jó van, gyere. Na ugye ezek a pókok, őket ismerjük. Föld alatt. Kőből. 20%-kal nő. Ilyász, növény. Növények nem rendelkeznek szellemi képességekkel, sem élő hússal. Tűzzel szembeni ellen 200%-os sebzés. Védelem. Immunisek az elme varázslatokra és néhány egyéb varázslatra. Na, ő mérgező, a mérges pók. 30% esélye van a mérgezés varázslat alkalmazására, 3 körön keresztül, és ő immunis a mérgekre. 2, 3, 2, 4, ő tud ilyet, hogy háló. Hát akkor tűzsebzés ellen. Ja, és itt írja, aha, itt a védekezésnél külön írja, hogy mi az, amit nem csipáznak. A tüzet nem csipázzák egyáltalán. Ő is a tűzre. Hát, ő is a tűzre. Ő a tűzre még inkább. Tehát ez az egy varázslat. Ez a területre hatna. 150 sebzés. 150 sebzés az... aha. 5-10. Ó, hát erre nem lövök el. Most azt számolom, ha ennek beviszek 150 sebet. Tehát effektíve ez, erre a növényre 150-et sebez. Mindegyik meghal, az fix. Csak hogy ennek a 12 növénynek van összesen 60 élete. Tehát ott az ráfizetés. Akkor inkább megy olyanból lövök, ahol ez... a mérges pókokat szinte intézzük el, ugye, hogy vannak. Ennyi. Viszont a növényre rá kell menni, mert az meg ott lövöldözni fog nekem. Ha közel megyek, akkor viszont a pók megüt. Itt, hogyha jobb klikkel rámegyünk, akkor elvileg látjuk, hogy meddig tud elmenni. Tehát mondjuk ez nekünk még egy kockával közelebb mennék szívem szerint. Hogy eljövünk ide. Vele kicsit közelebb jövünk, bár így sem tudok Isten igazából jól rálőni. Ja, és tud ilyet, aha, hogy letesz egy másik, egy magot, úgymond. Hadd sebe nincs ilyen, és az enemit meg... 1,
Elvileg kinyírom. De csinálhatjuk azt is, hogy azt mondom neki, hogy ebből elvileg van kettő, úgyhogy egyet ellőhetek. Rányomok egy áldást. Fixen kinyírom. 250-et belesagasztom, úgyhogy nem volt esélye nagyon. Na. Ezt lenyomtuk. És itt nincs is semmi elrejtve, valami láda. Ne csináld már. Ezért jöttem. Ezért küzdöttem, hogy ne legyen semmi. Na hát, menjünk végig szerintem. A következő bagázs. Na itt viszont van már valami cucc, itt középen villámlás oltára. Ugye nem tudom milyen körzetbe, de egy-két négyzeten, vagy ilyen hexagonon belül sebez. Úgyhogy nem annyira tanácsos közel menni hozzá. Na hát most ellőttem azt a jó kis tüzes nyilamat. Úgyhogy... sebzés ez. Még akár be is gyógyíthatom neked azt a 6 sebzést. Most szerintem várakozzunk, hogy hadd lépjék le a pókok a magukét. Sőt, most még kapnak is egy ilyen kis sokkot. Azt gyere te is oda, nagyon jól csinálod. Az nem gond. Ezt lerohanjuk. Az a bajom, hogy... Na mindegy. Ja, hogy ebből most kaptam, de hát sok HP-jük van ezeknek, úgyhogy nem olyan egyszerűen megy le az a egy élet. És egy szintlépés. Ilyenkor plusz 100 vezetői képesség. 4 rúna, 3 vezetői képességet akarok. Jó, és akkor hős. Tanuláshoz még kéne egy ilyen rúna. Ha azt akarom kihúzni, már pedig azt akarom. Az ott 4, az ott 1-1. Tanulást kéne tovább nyomatni. Jöjjön csak az XP a harcokból. Na, itt vannak kincsek. Kincs, ami nincs. Gyors felveszük. Erre jó az ilyen gyors egység. Ezeket frankon fel tudjuk venni. Ő a mérges pókja.
Hát most egy támadást feláldozok azért, hogy megnézzem, mi van a kincses ládában. 240 arany. Szegény nagyon fogja kapni, de hát... kénytelen lesz elviselni. 19, és még mérgezés is. 111. Gyorsan nyomassuk neki a gyógyítást. S túléli egy. Hármat besebzett. Okay. Itt van valami. Törpesör. Ez egy full harcos build, amit eddig össze kukáztam itt a föld alól. Egy erekje. Ja, ezt kell leadni, aha. Nincs semmi. Itt van valami. Régi cipő. Pont a növeli a védekezés értékét. Ez nem ad semmi debuffot, úgyhogy mehet a védekezésre. Akkor az az egy pont. Többit azt szerintem jól el fogjuk adni. Itt meg már jártam, ezt megnéztem. Itt volt egy darab láda. Jó, mehetünk vissza. De ne vérek elszálltak. Jó, leadjuk a küldit. Nem megtaláltam, hogy szükséget volt, de egyébként mi volt az a furcsa fény, amit az elásott láda fölött láttam. Azt mondott, furcsa fény, ez az adottságod, amely felfedi magát. Elég ritka adottság, mondhatnám úgy is. Az ilyen adottsággal rendelkező emberek képesek megtenni a talajból rejtett tárgyakat, például kincseket. Igen, teljesítetted a próbát, nagyon jó. Nos, nézd csak, azok az érmék, amiket hosszabb időre tartogattam. Nézd, még most is vannak. Itt vannak a sarkában. Ja, abba a lovagi vérbe belerejtett egy kis... zseppénzt. Egyszerűen nem rossz, nem rossz. De sárkámad ezt nevelhet, hogy őszintre nem az erősséged. Kincskereső? Igen, szigazat megvalva, már hosszú ideje keresek olyan tanítványt, aki rendelkezik olyan adottságokkal, amik megfelelővé teszik a kincskereső posztra. Emellett adottságod van a kincsek felfedezésére. Ennek az adottságnak a Darioni udvart kellene szolgálnia. Darion szolgálom. Ajánlólevél őfelség a Bölcsmár király részére. Amikor csak szeretnél. Köszönöm! Hi! És kaptunk. Megkaptuk az első kis buildünket. Ez a félelmetes sereg, ami most itt rendelkezésünkre áll. Itt az ajánló levél.
Csábító, csábító, de akkor is a tanulásra akarom. Welcome, Russian man. What's up? Do you know this game? Itt van Amelie hercegnő. Azt, amilyen vért van ott. Itt vannak a referencia levelek, melyet mentorom, a lovagok is kell írt. Vas Richard. Ezek a magyarítások. Ó, itt már tudunk felvenni harcost, fasza. Remélem, hogy képes leszel kezelni minden felelősséget, akkor eldöntet. Akkor eldöntetett királyi akaratomnál fogva, én Darion királyon ezt rengeteg nagy lovagot, kinevezem a királyi kincskereső és ezennel... Milyen rangot? Vikomt rangot, és az ezzel járó királyi jelképeket adományozom neki. Boldogan szolgálom ő felségét. És itt van az első quest. Meglátjuk, siker megfelelni az elveszett plugineket. Pluginokat. Meg még értelme is lenne. Nemrég kirabolták a királyi adószedőt, és ellopták tőle a plugineket, amiket a várba kellett volna beszállítani. A rablást a keleti úton követte el egy rablóbanda. Tolvajok elmenekültek, az üldözésükre kiküldött katonák csak az ellopott mennyiség egy részét találták meg. Meg kell találnod az ellopott plugineknek mind a 400 darabot, és meg kell büntetned a tolvajokat. Kicsit halkítok szerint. Jaj, nem akartam még befejezni vele a dumát. Kicsit halkítok ezen a... Could you please write in English, please? I don't know your language at all, unfortunately. Különös tokenek. Mit lehet veled még? Néhány kérdést feltehetek neki. Mi történt az előző kincskeresővel? Ingeretes kincskereső volt, és nagyrészt az ő munkájának köszönhető, hogy a kincstár rendszeresen megtelt aranyjal, és szintén neki köszönhető, hogy az akadémia varázstudói számos ritka erekéhez és a régi értékes kézirathoz jutottak, melyeket később tanulmányozhattak. Ismeri mentoromat, Vasrián. Igen, gyerekkorunkat ismerjük egymást. Itt most mindent elolvasunk, megnézünk, főleg, hogy magyar. Még csak az, nem kell itt sokat gondolkodni a dolgokon. Meg egyébként vannak benne jó sztorik, jó feladatok. Thank you.
te hozz nekem egy kicsi szarvat viselő lovat. Igen, akarok egy virágot. Nem ijesztjük meg, hát... Nem mondom, 21 ezer arany ez a vért amúgy. Védekezés, egy csak egy támadás értékét. 4 ponton a védekezés, 1 ponton a lovagok, lovasok, kartfalak, test, ó, ez jó. Védekezés érték. Hát régi cipő, vagy nem túl régi cipő, tök mindegy, ha egy ponttal növeli védekezés értéket mind a kettő, akkor... Na, viszont veszünk fel kartforgatókat. Ijjelzból is még tudunk felvenni. Kicsit felturbózzuk a bagást. Van ilyen, hogy eltávolítás, meg lassulás. Rendmágia. Hatástalanítás. Hát... Azon gondolkodom, lehet, hogy érdemes lenne egyet venni, és majd ezt is megtanulni. Mert nekem emlékeim szerint itt ahányszor bejövök, más varázslatok vannak, és lehet, hogy ez már nem fog még egyszer, ez a hatástalanítás nem fog még egyszer itt feltűnni, úgyhogy lehet most kéne venni egy-egy gyorsba. Egyet veszünk. És akkor azt kéne eldönteni. 125-ért adhatom el. 5 pont a nő manai, 1 pont, hogy csökkenti személyeket. Én nem akarok olyan cuccot, ami csökkenti. Akkor inkább nem kell. Mana érték. Na, akkor ezeket eladogatom. Jó. Itten van egy... Itt lehet még papokat venni, nagyon jó. Na és akkor itt van még a gyógyítás, ez nekem meg. Itt is van hatástalanítás, jó van. 100% pont a nő, mana regenerálódást. Ú, ez is nagyon fasza. Ó, de jó. Mana ital, 500 ér. Most csak 500. 500 mana ital. 50 pontnyi manát. Hát, mivel nekem még 19 manám van összesen, nem lesz ennek értelme. Itt van a Richard. Szívesen. Nem emlékszem már itt pontosan minden részletre be a játékban, egyébként vannak benne nagyon jó kis sztorik. De itt ugye többször felmerül már ennek a Devirnek, az előző kincskeresőnek a neve. És feltételezem, hogy ennek itt lesz valami későbbi lecsapódása, hogy... Mert itt ugye mondja a csávó, hogy... Hogy egyre erőszakosabban kereste ezeket a titkos tanokat, meg dolgokat, és... Lehet, hogy összefutunk vele, mint valami ellenfél, vagy ellenség. Itt ki lett problémánkat bajnokságban? Nem akarom. Örültem, hogy találkoztunk. Beszélünk ezzel az Inquisitor fejű bácsival is. Ugye, legtöbb ilyen sátános filmben a főgonosz az Damien,
Hát ő most Demion, úgyhogy gyanús vagy nekem, fő inkvizítorunk. Isten kiatkoztatás szembe. Én pedig Florin Gelvel próbálok iskolának végzőse, az iskola itt a templom alatt, szóval nem az első alkalom, hogy itt járok. Hallottam rólad. Istenek akaratából segítséged, mert a templom nyújtasz. Rendben. Szeretném, ha átvennéd ezt az eszményi adomány... Eszményi... Erszényi adományt, és elvinnéd a halott lelkek templomába. A templom megszentelt helyen áll a Marsan mocsarakban. A szodavezető út hosszú és veszélyekkel teli. Ez az, amiért nem bízhatok akárkire egy ilyen adományt. Keresd meg Owain testvért. A saját kezébe add át az erszényt. Oké, Marsan mocsár. Aja. Van egy törpe gyerek. Tiszta tudomány, nincs benne varázslat. Csak ez a léggömb az, ami a levegőben tartja. Szóval idegen, szeretnéd kipróbálni ezt a furcsaságot? Kicsit félelmetes. Te vagy a király kincs kölcsön, csodálatos. Én és az elődöd, Devir, régebben sokat utaztunk szerte a világban. Tudom, hogy az úgy elég, hogy működőképes legyen. Nos, Florian Geyer, örülök, hogy megismerkedtünk attól a perctől kezdve, hogy megláttalak. Tudtam, hogy te vagy az én emberem, majd meglátod, hogy fogsz érdeklődni a léghajó iránt. Sajnálom, de az egyáltalán nem fog működni. Most semmi esetre sem, miután Kordár és Dárion között kitört a háború. Nincs mód pótalkatrészek beszerzésére, szóval ez a léghajó csak imáimnak és bőrömnek köszönhetően marad a levegőben, amit arra használtam, hogy megjavítsam a felvonókat. Talán működni fog néhány mérföldet, de aztán eh. Már alig várom, talán meg sem érted izgalmam okát, talán még sosem repültél ezelőtt. El tudod képzelni, milyen lehet a felhők között szállni, mint egy madár? Jó, megdumáltuk, mehetünk tovább. És akkor itt a világ. Már kapásból vannak itt különböző kis csapatok. Föl lehet őket venni, ahogy nézem. Rájövünk először ide. ...134. Nincs elegendő vezetői pozíció, vagy pontod. Semleges. És akkor mi van, ha nincs elegendő? Na, itten vannak rúnák. Nézzük csak a hőst. Tanulást kapásból tudjuk akkor most már továbbfejleszteni. Oké. Következő szintnél már 20% a csaták utáni XP. Nyomunk egyet most már a bölcsességre. Kicsit növeljük. Oké. Tamon találtok is sziget, nem csak gyönyörű látványt nyújt, hanem védekezés szempontjából is nagyon előnyös pozíció. Királyságot számára bármikor új főváros kell, én már tudom, hogy hol érdemes felépíteni. Pandor király.
Na, mágikus képességem növekedett. Zsír. És már kettes a mágikus, vagy szellemi képesség. Elerio Sivarius. Akarat próbáját engedélyezem. Hát még nem akarom megkezdeni a próbát. Csak nézelődöm, köszönöm. Aha. És lehet főmágust is a csapatunkba verbuválni. Hát tegyük meg. Sietség, utolsó hős. És itt lehet lapozni, és most nézem, nyálkás köd. Nem annyira érdekel. Van egy kis szabadidőm, van valami könnyebb feladat a számra, amit el tudnék végezni? Nos, talán van számodra egy könnyebb feladat. El kell hozni néhány papírt tőle. Marsan mocsárba. Vagy mrasan. Marsan, mrasan. Jó, oda most már két küldetésünk is szól, ebbe a marsan mocsárba. Szedjük össze, ami ingyér van, itt látok egy-két. Jaj. Így ki lehet őket csalogatni. Lángoló nyíl. Ez jó cucc volt ezelőtt is. Itt is el lehet jönni. Aha. Gyenge.
is még csatlakozhatnak hozzánk, parasztok. Plusz 14. Tiszta, szép paraszt sereg van már itt. Ez itt mi? Vonavat harcos. Én már öreg vagyok, nem tudok menni. Az a probléma. Mi a házamat sújtja. Szörnyű teremtmények, gonosz tüskék jelentek meg a kertemben, a terményt sem tudom betakarítani, és a teheneimet sem tudom megetetni. Segíts nekem, kedves, ments meg gonosz... gonosz tüskéktől. Miért is ne? Megteszem. Na, kezdjük akkor itt. Nagyon gyenge, nagyon gyenge. Ez a baj, parasztokat le fogják amortizálni, így is, úgy is. Arci transz. Életerő 5. Ja, nem őt, na mindegy most már. Ezért akartam megnézni az életerejüket. Növény vak. Ők az IS növények. Nyomhatunk az IS növényre akár egy 170 sebzés. Hát én nem akarok erre elpocsékolni. Sajnálom rá ezt a... ezt a dolgot. Kettő, 10, 19. Reméljük, hogy nem sebeznek olyan hú de nagyokat. Szíjász növények. Hat, nyolc. Aha, ezt jelenti az, amikor... Jó. Tehát nem tudom őket koordinálni. Ez mondjuk baj. Mondjuk baj. Varázsló transzba esik két körön kereszt támadás, értek, amint a kritikus támadás erre esélye 100%-a nő. 50%-kal csökken, nem kell neked védekezni. Nyomasd a támadást. Mehet a krit. Se sebzik. És jó lett volna egy krit. Gyors megnézem.
Ja, visszatöltődik, jó. Mert 27 HP-ja volt az első csata végén, de akkor azt arra nem kell figyelni, hogy csata végén visszatöltögessük. Mert visszatöltődik magától is. Egyet sebzett a szemét. A szemét láda. És túléli. Na, megtisztítottuk a öreg lány kertjét a növényektől. Megmentőm, a nap újra kisütött. Kaptam néhány tüskét. Info. Mentsünk egyet. Mi van akkor, ha használom? Tüskehajtás. Na, mindegy, nem akarom használni. Biztos ilyen azért tüske növényt tudnék a seregembe. De nem akarom, mert így is fullon vagyok. Viszont lehet, hogy parasztokból néhányat ki kéne rakjak. Csak az a kérdés, hogy... Aha, itt a kaszárnya. És akkor fele. Jó, akkor még egy keveset. Ugye ez a max. Jó. A kaszárnyába akkor pihennek a srácok, és akkor most pontosan annyian vannak a seregemben, amennyi még irányítható. Aha, az ilyen izé volt, amit keresünk. Vele is megküzdünk.
Ja, hát parasztokból szépen fog fogyni. Az a baj velük, hogy kevés a HP-jük. Tehát igazából ez a paplovag, ez úgy hasznos, vagy hatékony, inkább úgy hatékony, hogyha nagyon übertápegységei vannak, tehát ezek a lovagok, akiknek nagyon sok HP-jük van, amit effektíven vissza lehet töltögetni. Mert ezeknél ugye az a baj, hogy 5 életereje van, meglövi egy ilyen kis növény, és akkor érted, meghal belőle kettő kapásból, mert annyira kevés, hát sokan vannak, de nekem ugye nem a mennyiség, hanem a minőség lesz a lényeg későbbiekben. Úgyhogy így a parasztokkal nem is nagyon foglalkozom, úgy igazából olyanok a zergek, hadd hújjanak. De az táposabb egységekre kell jobban fókuszálni. Hajtások. Azt mondja, hogy gyenge. Na, de már későre jár, úgyhogy itt egyelőre félbe hagyom a dolgot, és majd folyt köv. Bepillantásnak ennyi is bőven elég, és azt gondolom, hogy kimerítő volt. Úgyhogy köszi a figyelmet, folytatás következik. Megyünk még tovább a Darion felfedezésével. Köszi, hello!